Üdvözöllek! Ebben a mai termékvideóban a galagonya nyersvirágporról lesz szó, amit a méhek a májusban virágzó galagonya bokrok virágairól gyűjtenek. A galagonyát a népi gyógyászat már nagyon régóta alkalmazza, főként a szív- és az érrendszer állapotának javításához, például magas vérnyomásra, meszesedésre, így a galagonya nyersvirágport is elsősorban a szív- és az érrendszerünk erősítésére ehetjük. A nyers a nevében azt jelenti, hogy nincs kiszárítva, nincs kitéve semmilyen kémiai vagy vegyi eljárásnak, olyan állapotban van, ahogyan azt a méhek a virágokról leszették. A webshopom címét látott nagyban kiírva, de jobb felül is megjelenik, illetve a videó leírásában is megtalálod. Ha behozod majd a webshopot, keres rá a galagonya szóra, és már is látod a találatokat. A Manavita galagonya nyersvirágpor jelenleg 150 g-os kiszerelésben rendelhető, kb. 2-3 üveg elegendő az egyhavi adaghoz. A galagonya virágpor mellé tudsz rendelni nyers vegyes virágport is, melyet a méhek mezei virágokra gyűjtenek, lehet akár a galagonya mellett is szedni. Ez a galagonya nyersvirágpor Erdélyből származik, méhűtőben kell tárolni, de nem annyira érzékeny, mint például a húsok, tehát néhány napig gond nélkül tartható normál hűtőben is. Amikor kiveszed a méhűtőből, azonnal lehet fogyasztani, mivel alacsony a víztartalma, tehát nem fagy meg. Kellemes, enyhén édes az íze, nem intenzív, azonnal feloldódik a szájban, általában mindenki szeretni szokta. A nyersvirágporok biomultivitaminok, mindent tartalmaznak, ami ahhoz szükséges, hogy egy apró szemből egy új növény fejlődjön ki. A galagonya nyersvirágpor kb. 20% a fehérje, 30% a szénhidrátok, és legfőbb hatóanyagai a flavonok. A nyersvirágpor a top 3 polifenol források közé tartozik a természetben. Tele van olyan vegyületekkel, mint például a rutin, az apigenin, a kvercetin, a miricetin, kenferol és mások. Mind-mind hatékony antioxidáns vegyületek, melyek segítenek mérsékelni a gyulladásokhoz vezető szabadgyökök számát. Először is, ha van virágpor allergiád, vagy allergiás vagy más méhészeti termékekre, fontos, hogy az elején csak egy-két pollen szemet vegyél be, és figyeld meg a hatásait a testedre. Vannak olyan pollen allergiások, akik nem tudják fogyasztani a virágport, de vannak olyanok is, akik kis adagokban kezdik el szedni, és néhány hét alatt hozzá tudják szoktatni a szervezetüket, tehát nem jelentkezik később már allergiás reakció náluk, így módon hosszú távon csökkenthető akár a pollenallergia mértéke is. A galagonya nyersvirágporból napi 2 teáskanálnyi mennyiséget fogyasszunk, a reggeli és a kora délutáni, vagy esetleg az esti órákban, inkább étkezés után, vagy étkezés helyett vegyük be, és lehet egy időben szedni más kiegészítő készítményekkel, nem ütközik velük. Sokan belekeverik például gyümölcs turmixokba, illetve kevés mézzel is lehet fogyasztani. A galagonya nyersvirágpor folyamatosan ehető, megszakítások nélkül, élelmiszer, nem gyógyszer. A napi adagot lehet emelni akár napi 3-4 csapott evőkanálnyi mennyiségig, közben mindig figyeljük meg, hogyan változik tőle a szervezetünk állapota. Ha erősíteni szeretnéd az érfalakat, a szívedet, az ereidet, akkor a galagonya virágpor az egyik legjobb választás, mintha már kialakult valamilyen probléma, mint megelőzési célból. A galagonya javítja a szívből kiáramló vér mennyiségét az összehúzódások során, és tágítja az ereket, így ajánlott a terápia részévé tenni magas vérnyomás, érelmeszesedés esetén, a koleszterin arányok kiegyensúlyozásához, az érfalak állapotának javításához, de a szív, a szívizom erősítésére is sokan fogyasztják. Jó nyugtató hatása van, ezt sokan már mindjárt az első fogyasztás alkalmával általában meg szokták tapasztalni, tehát a szorongás, a stressz csökkentéséhez, az agy, az idegrendszer erősítéséhez is hasznos lehet. Hajhulás esetén is érdemes kipróbálni, serkentheti egyes hajhulás típusoknál az új hajszálak növekedését. Ha fogyókúrázol, a fogyni szeretnél, ugyancsak tudom ajánlani, nem azért, mert fogyaszt, hanem mert egy-két kanál belőle jól el tud telíteni, tehát kitolható vele a következő étkezés időpontja. Például, ha már átálltál az időszakos bőjtörésre, akkor vagy reggel, vagy délelőtt, vagy délben fogyassz el egy-két kanállal belőle, így akár elegendő lehet a napi egy étkezés az esti órákban.
terhesség alatt is lehet enni végig, illetve gyerekeknek is lehet adni, nekik egy kávés kanálnyit adjunk naponta. A nyersvirágpor fogyasztása alapvetően biztonságos, kevés olyan állapot van, amikor oda kell figyelni a bevitelére. Ha olyan gyógyszereket szedsz, amelyek bármilyen módon a szív működésével kapcsolatosak, például amelyek fokozzák a véráramlást, vagy segítik a szívnek a szív működését, ilyenek például a digoxin tartalmú gyógyszerek, a szedés előtt mindenképpen kért ki az orvos véleményét is. Vérnyomás csökkentő gyógyszerek szedése esetén is figyeljünk oda, mert ugye a galagonya is csökkenti a vérnyomást, így az együttes szedésükkel lehet, hogy túlzottan leesik a vérnyomásunk. Cukorbetegség esetén is oda kell figyelni, mert picit magas a szénhidrát tartalma, de sok cukorbeteg is fogyasztja, mert lassan emeli meg a vércukorszintet. Májbetegségek esetén is lehet enni, ajánlott is, a polifenolvegyületek, a flavonoidok jó hatással vannak az elzsírosodott májra és májzsugorodás esetén is. A polifenolok hatékony gyulladást csökkentők, a bevitelük hasznos a bélfal, a bélflóra számára, például áteresztő bélszindróma esetén is a segítségünkre lehet. A nyersvirágporban sok enzim található, melyek fontosak a jó emésztéshez, az ételek hatékony lebomlásához, tehát a szedésével pozitív változásokat tapasztalhatunk meg emésztőrendszeri gondok esetén is. Gyomor és bél problémákra inkább a nyers vegyes virágport ajánlom a figyelmedben. A Mannavita Galagonya nyers virágport meg tudod rendelni a www.mannavita.hu oldalon. A webshop címét látod itt újra nagyban, illetve jobb felül is megjelenik, de a videó leírásában is megtalálod. A rendeléseket általában egy munkanapon belül kollégáim elkészítik, majd átadják a futárszolgálatnak, és ők egy munkanapon belül kiszállítják a megadott címre. Ha bármilyen kérdésed merül fel, akár később is a Galagonya virágporral vagy más készítménnyel kapcsolatban a webshopból, nyugodtan küld el nekem, minden termékre a webshopban 30 napos pénzvisszafizetési garancia van, tehát ha bármivel nem vagy megelégedve, kollégáim kérdés nélkül visszatérítik minden költségedet. Telefonon is tudsz kérdezni, rendelni kollégáimtól, akik mindenben segíteni fognak. A telefonszámot megtalálod a webshopban. Ha úgy döntesz, hogy kipróbálod, és vannak már tapasztalataid, várom visszajelzéseidet, e-mailben nyugodtan küld el, hogy mi az, amiben segített, mi az, amiben nem. Sok pozitív változást kívánok neked a Galagonya virágpor szedésével, találkozunk a következő videóban, addig is az egészség legyen veled!